A kezdeményezés Láng Tibor, a Bakony Fotóklub művészeti vezetőinek nevéhez kötődik. Ő szorgalmazta, hogy a fotózásban is járt a Svarta Vincére, a mérnöki kar és a Veszprémi Bakony Fotóklub közösen emlékezzen. Dr. Fidler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora köszöntötte az egybegyülteket. Ezután dr. Kovács Kristóf, az Anyagmérnöki Intézet igazgatója Varta Vince életéről és munkásságáról beszélt a megjelenteknek. A Bakony Fotóklub részéről maga az ötletgazda, Láng Tibor mondott beszédet, majd Felföldi Gábor közművelődési titkár olvasott fel egy részletet Nagy Ignác írásából. Az esemény fénypontjaként dr. Szalai István, a Pannon Egyetem mérnöki karának dékánja, és Láng Tibor, a Bakony Fotóklub művészeti vezetője húzta le a vásznat az elkészült műről. Az emléktábla Lendvai István szobrászművész munkája, aki jelenlétével meg is tisztelte az ünnepséget. Végül a résztvevők elhelyezték koszorúikat, ezzel az ünnepség véget ért. Varta Vince azonban még hosszú éveken keresztül figyeli majd a felső kampuszon a hallgatókat.